Ja, itt hagytuk abba az imént, és akkor jöjjön ez a maghőmérséklet dolog. Ez csak egy nagyon-nagyon rövidke videó lesz, itt megmutatom, hogy milyen eredmények lettek. Azt csináltam, hogy megmértem a hőmérsékletet. Így van, 2 héten keresztül, úgy, hogy semmilyen vizet nem adagoltam, semmi más nem adagoltam ebbe a komposztkazánba. És ugye felírtam a dátumot, azt, hogy hány óra, hány perckor volt a mérés, mert volt olyan, hogy egy napon belül többször is megmértem, és már akkor lehetett mérni hőmérséklet különbséget. Itt ez kiszámolja azt, hogy hány napos a kazán. Ugye ezt az időpontot levonja ebből az időpontból, és akkor úgy kapjuk meg a korát. A maghőmérséklet mérés az ugye úgy zajlott, ahogy azon a videón látjátok. És a környezeti hőmérsékletet is felírtam, mert én fontosnak érzem azt, hogy vajon mekkora a hőmérséklet különbség, mert ugye az a hajtó ereje annak, hogy milyen hővesztessége van egy ilyen kazánnak. Mert az enyém az ugye nem szigetelt, az majd be lesz rakva egy fólia sátorba, ugye mindenki megkérdezhetné, hogy most akkor a kertet fűtöttem. Hát igen, azt fűtöttem, mert most én arra voltam kíváncsi, hogy mit csinál akkor, amikor magára hagyjuk és nem szigeteljük. Hát ahhoz az kell, hogy változatlan körülmények legyenek. És a hajtóerő, ez a hőmérséklet különbség. Ugye azt is lehet látni, hogy ez szépen csökkent az idő függvényében. Most először is a maghőmérséklet. A maghőmérséklet az ez a zöld. Ezen a diagramon látjátok, ez van itt a fölrakva. Azt lehet látni, ugye, hogy a 7 napos kazánnal kezdtem, akkor egy körülbelül 63-64 fokos maghőmérséklettel indultunk, és a 14 napos kazán az elérte a 34 fokot mondjuk maghőmérsékletet, tehát egy hét alatt körülbelül 30 fokot csökkent a hőmérséklete. Na most, hogyha azt rakjuk föl, hogy a környezetét levonjuk belőle, akkor ez valami ilyesmi lesz, tehát kezdetben kicsi meredeksége, majd hirtelen elkezdett zuhanni ez a hőmérséklet különbség. Itt ugye ez bárhogy folytatódhatna, hogyha az ember arra gondol, hogy nem bomlott el egy hét, két hét alatt ez az anyag, ami benne van, az teljesen biztos, fönn fog maradni egy biológiai folyamat, és az tartani fog egy stabil hőmérsékletet. Hát most nekem úgy tűnik, hogy ez nem igaz. Ugye akkor született ez a fajta görbe, hogy talán valószínűleg azt fog történni, hogy szép fokozatosan megáll minden biológiai folyamat, és akkor elérjük majd a környezeti hőmérsékletet, tehát a 0 fok lesz a hőmérséklet különbség, néhány napon belül is fogja érni, mert a maghőmérséklet jól mutatja, hogy az bizony rendületlenül tart lefelé. Most nekem van egy olyan elképzelésem, hogy itt azt fog majd történni, ugye úgy érzi az ember, ezt a képet is ellopom, átmegyek ide, hogy tudjak firkálni. Úgy érzi az ember, most mindent kikapcsolok. És akkor ezt ide beszúrjuk. Oké, ez így jó. Nem is kell lehet csinálni semmit, mondom, jó. Ez itt a maghőmérséklet. Ugye van egy olyan érzésem, hogy ahhoz, hogy egy folyamat, egy biológiai bomlás fennmaradjon, de hát biztos vannak itt, akik ehhez értenek, ahhoz kell valamekkora hőmérséklet. Ugye mi is egy ilyen 36 fokon, 7 fokon működünk. Általában minden élőlény, hogy körülbelül azon a hőmérséklet tartományon működik jól. Viszont az erjedési folyamatok, ugye, hogyha mondjuk cefrét erjesztünk, azok ezen a körülbelül 20-21-22 fokon, vagy mondjuk akár 20 fok alatt valamivel érzik jól magukat. Tehát az biztos, hogy itt ebbe a tartományba, ott, aminek az alja mondjuk 20 fok lehet, a tetején meg mondjuk egy olyan 35 fok. Tehát ezen a sávon belül, hogyha odáig lecsökken a komposztkazán hőmérséklet, várhatóan meg fog állni a folyamat, és ha ez alá kerül, akkor pedig tuti biztos, hogy megállt mindenütt. És ugye nálam ez, ugye olyan 17-18. Nap környékén már meg fog történni, de sanszosnak érzem, hogy inkább valahol itt a 16.
15. nap környékén, tehát én pont ott vagyok a határon, ugye nekem 14 naposak az álom. Pont ott vagyok a határon, így úgy döntöttem tegnap este, hogy én föltöltöttem. Kapott egy rakás szalmás trágyát a tetejére, konyhai hulladékot meglocsoltam, úgyhogy vödörbe hígítottam ezt a trágyát, és úgy locsoltam meg a tetejét, és utána szigetelésnek érett komposztot raktam rá, tehát egy ilyen majdnem száraz komposzt réteget terítettem rá, körülbelül egy olyan jó 5 cm vastagságba, és ma meg fogja kapni a fóliát. Ugye most van 14-e vasárnap, tehát most remélhetőleg ez a maghőmérséklet görbe, ez így szépen elindul majd itt fölfele. Én azt várom, hogy most járunk itt, akkor talán úgy fellendülünk néhány nap alatt. Ugye itt a összerakástól eddig eltelt 7 nap, tehát akkor valami olyasmire számítok, hogy mondjuk ha hasonlóan el fog indulni, akkor talán itt a 20-21. Nap környékén innen vissza lehet fordítani, mondjuk ez lesz a reális. Meglátjuk, fogom mérni folyamatosan. Köszönöm mindenkinek még egyszer a figyelmet, és akkor jövök az újabb eredményekkel.